A lilamezes csabai csapat jobban kezdte a mérkőzést. A harmadik percben Kovács Ádám pörgette kapura a labdát, de Varga Ádám magabiztosan védett. A 11. percben Király Patrik szabadrúgása után Szél Pál Norbert fejelt nem sokkal a kapu mellé. Két perccel később újra Kovács Ádám került helyzetbe, a támadó lövése a baloldali kapufán csattant. A tiszakécskei csapat szinte veszélytelen volt az ellenfél kapujára. A 45. percben Nyilas Elek próbálkozásánál sem kellett védenie a csabai kapusnak. A második játékrész is hazai helyzettel indult. A 49. percben Kovács Ádám lőtt közelről, Varga pedig bravúrral hárított. A vendégek 4 perccel később első kaput eltaláló próbálkozásukkal megszerezték a vezetést. Kirchner Krisztián lőtt 18 méterről a jobb alsó sarokba. A csabaiaknak a folytatásban kevés lehetőségük adódott az egyenlítésre. A legközelebb ehhez Szél Pál Norbert járt a 77. percben, de lövését Varga szögletre ütötte. A Tiszakécske így 1-0-ás győzelmet aratott, míg a Békés Csaba vereséggel nyitotta a bajnokságot. Mindeset annak örülünk, hogy a csapat azért mindent megtett a győzelemért, és a szurkolónk is azért mindig elkísérnek ilyenkor bennünket, és ez jó volt látni, hogy boldogság volt. A csabaiak vezetőedzője értékelésében elmondta, hogy csapata ugyan több helyzetet kidolgozott, de játékosai pontatlanok voltak a kapu előtt is, emiatt szenvedtek vereséget. Ami döntő, hogy ki kell használni a lehetőségeket, és gólokat kell rúgni, és akkor más a végeredmény. Az eredmény miatt nagyon csalódott vagyok, szerintem megvoltak a lehetőségeink, ami volt kapufánk is, nüanszokon múlt, támadó harmadban sokkal határozottabbnak kell lennünk. Az ellenfél egyszer eljött és gólt rúgott sajnos, és ezzel elvitte a 3 pontot. A csabaiak szerdán folytatják a bajnokságot, amikor a Kazincbarcika ellen idegenben lépnek pályára.